bemutatjuk a Tűzszerszám című filmet. Hans Christian Andersen meséje alapján írta Anneliese Kocialek, Fred Rodrian és Siegfried Hartmann. Fényképezte Eri Guszko. Zenéjét szerezte Siegfried Beckmann. Szereplők: a katona Rolf Ludwig, Kertész Péter. A fösvény Heinz Schubert, Kaló Flórián. Az öntelt Rolf Defranc, Göllei Kornél. A kövér Hannes Fischer, Láng József. A király Hans Fibrand, Gáti József. A királyné Anna Maria Bézendál, Simor Erzsi. A boszorkány Bella Waldritter, Petúr Ilka. A fogadós Fritz Schlegel, Máriási József. A királyleány Barbara Melán, Detre Anna Mária. Hansa Schusterinas, Zeitler Zoltán. Magyar szöveg Bánki Stella, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Bíró Ibolya, vágó Klein Ilona, gyártásvezető Sellei Eta, szinkronrendező Csákány Márta. A szinkron a Pannónia Filmstúdióban készült 1970-ben. A filmet rendezte Siegfried Hartmann. Bal jobb, bal jobb, vár rám a nagy világ. Bal jobb, hűs erdőn réten át. Sok vérem hult ki rájomért, azt hittem ád majd érte bért. Úgy ám, bal jobb, bal jobb, így szólt, jöjj, lépj elém. Bal jobb, elbúcsúztatlak én. Nos, áldjon Isten bajnokom, kapj bért az égben gazdagon. Úgy ám, bal jobb, elmondom majd mi fáj. Bal jobb, hadd hallja a király. Felség a bérért köszönet, én többé néked nem hiszek. Úgy ám, bal jobb, azt mondom, mars innét. Bal jobb, a pokolban várnak rég. Nem ülsz tovább szép trónodon, átbért az ördög gazdagon. Hejhó, hejhó. Mm-hmm.
katona! Hagyj Isten, katona! Milyen gyönyörűséges kardod van. És milyen szépséges nagy bornyód. Látszik, hogy igazi katona vagy. Csak az a baj, hogy üres a bornyód. Üres, mint a gyomrod. Tetszel nekem, katona. Legyen hát annyi pénzed, amennyit szemed szád kíván. Köszönöm, vén boszorkány. Itt ez az öreg tölgyfa, belülről teljesen üres. Ha a tetejére felmászol, leereszkedhetsz a belsejében. És mit keresek a fa belsejében? Pénzt, katona! Nem lenne rossz. De mondd, nem csapsz be? Szóról szóra így igaz. De nézd meg magad. Bizony jól jönne. És te mit akarsz cserébe, vénbanya? Én? Egy megveszekedett garas sem kérek tőled. Csak egy ócska tűzszerszámot hoz fel nekem a faodvából. Szegény nagyanyám felejtette ott, amikor utoljára odalent járt. Gondolom, valami különleges tűzszerszám lehet az, ami neked ilyen fontos. Na jó. Kösd a derekamra a kötelet, és segíts leereszkednem. Így. Aztán nehogy elfelejtsd felhozni a tűzszerszámot. Jó, jó, jó. Ne ilyen szorosan. Na, menj! Jó erősen tartsd! Egy, kettő, három.
ne félj, nem bántlak. Na. Uramisten! Az is nagyon gazdag, akinek részpénze van elég. Bizony. Na, vissza a helyedre. Nézd rám ilyen csúnyán. Még megijedek. Oh. Menj szépen félre. Jól van. Jól légy. Mindezüst. Bolond volnék, ha részpénzt vinnék, mikor ennyi itt az ezüst. Nem igaz? Szépen cseng, ugye? Köszönöm, barátom. Most nézzük meg, mi van itt. Gyerünk, menj már le! Na. Gott beváre. Atyám, uram, ilyen temérdek sok arany. Ezen a pénzen az egész királyi várost. És hozzá az egész világot megvehetem. Szintiszta arany.
Na! Most már aztán semmiben sem lesz hiányom. Kész vagyok. Felhúzhatsz, vénbanya. Megvan a tűzszerszám. No, lám, azt el is felejtettem. De hogy minek ez neki? Szépséges tündérem! Gyere, katona! Gyere! Végre! Dobd le a tűzszerszámot, katona! Várd meg, hogy előbb lekászálódjak! Nem! A tűzszerszámot dob ki előbb, ha mondom! Húzzál ki, vén boszorkány! Na, várj csak! Te vén boszorkány! Adod ide rögtön a tűzszerszámot! Te! Gonosz vagy! Kígyó! Gonosz kísértet! Thank you.
cipészmester, fogadjon már fel. Hányszor mondjam még neked? Nem! Te napjopó! Éhen kórász! Ne járj többet a nyakamra, a király cipészmestere nem fog ingyenletetni! Na, fürgén, fürgén! Szájtátiaknak itt nincs helyük! Nos, kietted a vagyonából, Hans? Honnan tetszik tudni, hogy hogy hívnak? Rá van írva az orrod hegyére. Na mondd, mit csináltál? Nem ettem én nála egy falást se. Csak arra kértem a cipészmestert, fogadjon fel Inosnak. De mivel nem tudok tanulópénzt fizetni, elkergetett. Ez a gazdag udvari cipészmester. De talán nem ő az egyetlen cipészmester a városban. Nem, ott lakik a másik, a Csizmadia. De ő maga is alig tud megélni. Olyan szegény, neki muszáj tanulópénzt kérnie. Gyere, elmegyünk a Csizmadiához. Igen, de nekem szólt nincs... se. Jó reggelt, mester úr. Jó reggelt. Jó reggelt. Felfogadná-e Inosnak a fiút? Hát... ha nem volnék magam is mindenben olyan szűkösen, magamhoz venném Hansot. Igazán fürge, szorgalmas gyerek. Mennyi tanuló pénzt kellene fizetnie? 3 guldent. De az udvari cipészmester 10 guldent kért tőlem. 3 gulden, elég lenne. De 10 sem sok, ha megtanítja a mesterségre. Ígyni. És ügyes deréklegényt faragjon Hansból. Köszönöm a pénzt! Biztos lehet benne, hogy megkapja a szépséges király kisasszony kezét. Mit beszélsz? Reggelt kívánok, Szabó mester úr! Megmondaná-e, merre találom meg a város leges, legjobb fogadóját? Úgy. A leges, legjobbat akarja. Igen. Akkor legjobban teszi uraságot, ha egyenest az aranyhattyúba megy, és ott száll meg. És ha már evett, ivott uraságot, hajtasson el haladéktalanul a király kisasszonyhoz, aki már türelmetlenül várja. Köszönöm. De mit akar azzal mondani, hogy a király kisasszony? Jó napot, uraságok! Mit akar? Egy szobát szeretnék, fogadós. Szép kilátással és puha tollas ágyjal. Fogadós, ne sokat teketóriázzon.
Menjen a városkapu melletti menedékházba. Oda várják az ilyeneket, mint maga. Igazi. Állok szolgálatára, katona uram. Valami kiadós ebédet. Parancsoljon, uraságot! Először egy finom levest kérek, aztán egy kicsi kis halat, egy kiadós, ropogós, kacsasültet, kalácsot meg bort. Már is hozom, katona uram. Vajon ki lehet ez az úr? Nos? Veszedelmes rabló. Előkelő úr, aki valamilyen okból egyszerű katonának öltözött. Nagyon jó étvágyat. Köszönöm. Isten hozta, katona uram. És ágrószakatnak nézem. Talán éppen ő lesz a szép király kisasszony szabadítója. Bocsássanak meg, urak, de miféle király kisasszonyról beszél mindenki ebben a városban? Királyunk szépséges lányáról van szó, uram. És hogy lehet megnézni a szépséget? Sajnos sehogyan se lehet őt megnézni. Azt jövendölték neki, hogy egy egyszerű katona fogja elvenni feleségül. Királyunk pedig ezt nem tűrni el, ezért inkább bezáratta őt a részpalotába. Szegény királylány. Éjjel-nappal a palotába van, míg a kertbe se engedi ki a király. Ez aztán a jó király. Ismeri talán? Látni még sose láttam, de küzdöttem érette. Üres gyomorral és üres tarisznyával. Kegyes és igazságos a mi királyunk. Aki a saját lányát is börtönbe zárja. Majd szabadon engedi, mihelyt beleegyezik, hogy nőül megy a szomszéd király büszke hercegéhez. De egyelőre még húzódozik tőle. És miért menjen feleségül a herceghez, ha nem szereti? Nem. Adok pénzt az elkövetkező napokra. És kérem, mutassa meg a szobámat. Szolga, vezesd az urat a legjobb szobába. Adja ide a csomagjait az úr. Nem, nem. Magam viszem fel. Szívesen ellakik az ember. Oh.
barátom, légy szíves, fényesítsd ki gyönyörűen a cipőmet. Így. Ez egy gazdag ember cipője? Nevetséges. Alul felül Lukas. Igazad van. Új ruhát meg csizmát kell vennem. Szaladj el gyorsan a Szabóért meg az öreg csizmadiáért. Pompásan fest benne. Mint egy generális. Mintha kicserélték volna. Na és mit gondol, Szabó mester? A királylányhoz elmehetek így? Itt a fizetsége. Köszönöm, kegyelmes úr. Bármikor rendelkezésre állok, kegyelmes uram. Tessék! Jó napot, katona uram! Jó napot, katona uram! Jó napot, csizmadia uram! Egy szép pár csizmát hoztunk magának. Gyönyörű pár csizma. Mintha rám öntötték volna. Finomabb bőrt nem is láttam még. Most már tetőtől talpig szép. Tetszeni fog a király kisasszonynak. Mézes kalácsot, katona úr. Ezt a mézes kalács szület. Tessék. Köszönöm. A kalács diós, mézes, a királylány szabadságra éhes. Tessék, te kis álmodozó. Nézzétek, mit kapott. Jó ideje. Jó ideje. Én is adom. Én is adom. Mondd, hogy vegyen nekem is. Nézzétek csak! Mindent megveszünk, ami a bódéjában van. Tessék, vigyázzatok! Úgy, ez a tiéd? Ez a tiéd? Még sosem ettem ilyen finom terecet. Nagyon finom. Valami gazdag herceg lehet. A gazdag nem osztogatja a pénzét. Előbb azt hittem, hogy katona. Lehet, de akkor nagyon jó katona. Akkor ővé lesz a király kisasszony. Na gyerünk, kis csibészek! Menjünk el a játékból! Mindent megveszek, amilyen van. Tessék! Úgy, ez a másik lesz a
lesz a csillagkeresség. Úgy, vigyázzon! Várjál csak mindjárt, ezt ne vágjuk innen. Úgy, mi? Úgy, tessék az a fiat, mindjárt jön a hajászlaba, és csak várjál. Szép sorba, várjatok, de tessék, tessék. Jó van, jó van, csak lassan. Itt a trombita. Na, az a dob, ki lesz a dob? Tessék, tessék, mit? Babá, jó. Kinek nincs még babája? Tessék. Jó, mit? Trombita, még egy trombitát, tessék. Na, mit akartok még? Még kartot, ezt is levágjuk. Úgy, mind a tietek. Tessék, kart, trombita. Házi katona vagyok, elovagolok a palotába, és kiszabadítom a király kisasszonyt. Akkor már nem kell feleségül menni az előkelő herceghez. Öt pfennig, és nem kevesebb. De nekem csak négy van. Tessék. Úgy. Na. Ezt? Meg ezt, meg még ezt is. Na, így, ni. Még holnapra is marad, öreg anyám. Maradj is olyan jó ember, katona, és szerencséd is legyen az életben. Gyertek, gyerekek, segítsetek az anyókának. Tessék csak engedni, majd én hozom. Mondja, írnok úr, melyik út vezet a részpalotába? A részpalotába akar menni, uraságod? Ó, oda senki nem juthat be. Annyit mondhatok, az út a palotához erre vezet, jobbra fel. De figyelmeztetnem kell a tisztelt urat, hogy... Ó, ó. Adj Isten, pajtás! Ej, ej, veled nem lehet tréfálni, ugye? Ides is, pajtás, erre a kis zacskóra, ni? Be kellene jutnom a részpalotába. A zacskó arannyal van teli. Mind a tied lehet. Meg kell néznem a királylányt. Na? Na? Isten hozta, katona uram. Hmm. Jó estét, tisztelt úr. Fogadja elismerésem. Úgy fest, mint egy igazi herceg. Micsoda anyag, micsoda szabás, és milyen ragyogóan áll. Úgy bizony, az államminiszter sem néz ki különbül. Ah. Ó, kicsit túloznak, uraim. Ah. Tiszteljenek meg azzal, hogy a vendégeim lesznek. Ah. Oh. Fogadós, terítsen asztalt. Katona uram, a pincém leges legjobb bora, uraim. Vigyázzon az ég a magányos királylányra. Ég óva. Kedves egészségére, drága barátunk. Egészségére. Ma délelőtt a részpalota körül jártam. Annyira szeretném megnézni a királylányt. És a királynak is szeretnék egy némely dolgot mondani. Ó, atyám magas tisztséget tölt be az udvarnál, ő tudna segíteni.
Ha ez lehetséges volna. De talán abban is segítene, hogy itt a városban valami munkát találjak. Kedves barátom, szerénységem mindenkor a rendelkezésére áll. Atyám a király legfelsőbb bírójának tisztét tölti be. Ő mindenkit ismer a városban. Holnapra már megfelelő munkát ajánlok önnek. Én rám is számíthat. Apám a leggazdagabb kereskedő a városban, és őt nem csak itt, de az egész országban ismerik. Na látja, félre minden gondot, töltsön el velünk néhány vidám napocskát. Igaz is, a háborúban erre nyilván rá is szolgál. Fogadja el az ajánlatunkat, ígyunk, uraim! Az őszinte barátságra. Együtt kocsikázunk majd a parkban. És bálokra fogunk járni. És sokat fogunk enni. És lampionos ünnepségeken veszünk részt. És gondolákon szórakozunk majd holdvilágnál. És... De ez rengeteg pénzbe fog kerülni. Rengeteg pénzbe. Ez bizony igaz. Ez igazán nem gond, pénzem van elég. Könnyelmű ember az új vendégünk, ahogy az Fenninger sem lenne szabad. Ennek nem hiszem, hogy jó vége lesz. Igen, igen, túlságosan adakozó. És ezekkel az emberekkel nem jó barátokat választott. Jó étvágyat, tisztelt uram! Nagyszerű volt, kedves barátunk. Méltóztassanak fizetni, urak. Köszönöm. Olyan éhes vagyok, mint egy farkas. Fogadós, miért nincs megterítve itt az asztal? Hallatlan, hogy bánnak itt a tiszteletre méltó vendéggel. Kicsit gyorsabban, ha egy mód van rá. Katona uram, jó néhány hete itt lakik már nálunk, és estéről estére itt vacsorázott a barátaival együtt. És bizony már régen elfogyott az a pénz, amit megérkezésekor adott. Az utolsó 3 napot már fel is kellett írnom. Fizesse meg, és már is hozom a vacsorát. Tizenöt guldennel maradt adósom. Ennyi az egész vagyonom. Csak költöttem, szórtam a pénzem, de nem szaporítottam. Hogy is feledkezhettem meg róla? Apám uramnak ma vendégei vannak, és engem oda várnak. Nagy ég! Ennyi, hogy is mehetett ki a fejemből? Egyetlen drága nővérem születésnapját ünneplő, igen. Most jutott eszembe, megígértem anyámnak, hogy ma vele vacsorázom. Nos, mi lesz, katona úr? Hívassam ide a városőrséget? Ne tegye. Fogadja el a ruháimat meg a csizmámat zálogba, és adja nekem a legkisebb szobáját.
Bújj be gyorsan! Jó estét, katona úr! A levest a mester felesége küldi, és jó étvágyat kíván hozzá. A mester meg azt mondta, holnapra megjavítja a cipőjét. Jól van, Hans, ülj le. Nagyon szép lehet a királylány, és azt mondják, nem is gőgös. Ha? De hiába, ha bezárva kell élnie a részpalotában. Semmiképpen sem lehet megnézni. Nagyon szigorúan őrzik. Egyszer játszani akart a gyerekekkel. A király észrevette és visszaküldte a palotába. Segíteni kellene rajta. És minél előbb, különben feleségül kell mennie a buta gőgös herceghez. Találnom kell valami megoldást. Hans, adj tűt meg cérnát. Ideiglenesen megvarom én a cipőmet. Úgy is unom magam. Ne legyen szomorú, katona úr. Holnap újra eljövök. Addig meg aludjon jól. Mit jelentsen ez? Ez aztán érdekes kis tűzszerszám. Nem tudnál nekem valami pénzt szerezni abból a sokból, amit őrzöl? Légy olyan jó, kutyuskám, és hozzál nekem egy zacskó ezüst pénzt. Tőled nyilván egy teli zacskó aranyat kapok. Na mi ez, mi ez? Nem akarod ideadni a pénzt? Na nem, nem. Ígérem, hogy többé nem költöm naplopókra. És még be akart jutni a részpalotába. De miért nem dobta ki az utcára a gazfickót? A semmire kellő. Fogadós, mennyivel tartozom? 15 guldennel, de ezt már tegnap is megmondtam. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt gulden. Mivel szolgálhatok, katona uram? Semmivel. Bravo, gratulálunk! Az Isten is színésznek teremtette. Ahogy a szegény embert megjátszotta, igazán csodálatra méltó volt. És ahogy mi játszottunk, nem illett volna be egy színpadi előadásnak. Ígyunk hát a mi drága barátunk egészségére. Ne fáradjanak, urak! Elég sokáig hittem hazug szavaiknak. Az ilyen barátok jó sorsban sem érnek sokat.
Jó reggelt. Gyere, ülj ide, Hans. Jó reggelt, katona úr. Mit hoztál? A reggelit. Nagyszerű. Á, szalonna. Ezt szeretem. És te mit szeretsz a legjobban? Gombócot, szalonnát és málnapudingot. Fogadós! Gombócot, szalonnát és egy óriás adag pudingot. És a cipészmesternek egy jókora adag sültet, meg egy üveg erős pálinkát. És a feleségének kalácsot viszek. Meg egy üveg édes bort. Ez biztosan ízleni fog neked. Az lesz a legjobb, ha ezekkel többé szóba se áll. Igen, igen, szégyelhetné is magát. Elkotyavetjeli a drága pénzét ezekre a semmire kellő uraságokra. És a szegény bezárt király kisasszonyért még semmit sem tett. Tudom, hogy ének idején vagyunk már. De nagyon szeretném látni a király kisasszonyt, ha csak egy rövid percre is. Igazi mesebeli király kisasszony. És milyen szép vagy. Azt mondják, hogy ugyanolyan jó is vagy, mint amilyen szép. Ígérem neked, azon leszek, hogy fogságodból kiszabadítsalak. Köszönöm, kutyám. Mi az, kislányom? Úgy szeretnék egy kicsit a parkban sétálni. A parkban, ahol mindenki láthat? Légy szófogadó. De kislányom, mit jelentsen ez a viselkedés? Ma éjszaka megcsókolt egy katona. Ó, Istenem! Egy egyszerű katona? Igen, de csak álmomban. De nagyon szép álom volt. Megtiltjuk, hogy ilyeneket álmodj. Jövő héten feleségül mész a szomszédos ország hercegéhez, ő majd megtanít rá, hogy viselkedj az egyszerű emberekkel. Nem leszek annak a felfújt hólyagnak a felesége. Őrség!
Vigyétek a királylányt a szobájába, és zárjátok be. Segíts, hogy kiszabadítsam a királylányt. Szöktess meg vele! Mit hoztál a szádban? Ez az a ház. Nem, az lesz az. Ezen a házon is kereszt van. És ezen is. Thank you.
Jó reggelt. Csak azt tudnám, hogy lehet kiszöktetni a királylányt a részpalotából. Sehogy. Mi karba tett kézzel ül, sehogy. Jár itt valaki? Akasztófára kerülsz, disznó! Indulj! Életem árán is kiszabadítalak, szép királylány! Fúj! Micsoda közönséges fickó! Fogdába vele!
Így, így, te csavargó. Holnap reggel felakasztanak, és holnap után lesz a király kisasszony esküvője. Katona! Katona uram! Itt vagyok! Hans! Mit csináljak? Hogy segíthetek magán? Fuss, ahogy tudsz, a vendégfogadóba. A padlásszobában az asztalon van egy tűzszerszám. Hozd ide! De szedd a lábad! Perdülök, fordulok! Gyere, akasztófa virág! Eljött az időd! Ha nem ér vissza, végem van. Az életeddel fizetsz, jó ember, ha a királylányt a szobájából kiengeded. Nyissa ki! Engedjen be! Istenem, milyen vakmerőség! Megértemli az akasztófát. Mindenre kétekre, kötelet neki. Neki az, mert én húznám azt a kötelet. Köszönöm. Szaladj! Talán még meg tudod menteni a katonát. Oh.
tolvaj! Haj, most elintézlek! Engedjenek oda a katonához! Hol van az a gyerek? Hová lett? Állj meg! Engedjenek át, segítenem kell a katonának! Hol a gyerek? Hová lett? Hol van? Hová lett a fiú? Felséges úr, arra kérem, teljesítse utolsó kívánságom. Engedje meg, hogy egy utolsó pipadohányt elszívjak. Jól van, de szaporán. Segítsetek rajtam, hogy ne akasszanak fel. És kergessétek el az uraságukat a fenébe! Legye az aranyamat, és bújtasson el valahová. Téged ezer aranyért sem hagyunk meg a városunkban. Ezt nem tehetik! Ne engedjék! Jaj, meneküljünk! Jól elintéztétek. Köszönöm, barátaim! Éljen! Éljen! Itt a király kisasszony!